Délelőtt nem sokkal gördült be hétfőn a Nagykikindáról érkező vonat a zentai vasútállomásra, amely Szabadka felé folytatja az útját. A várakozó utasok között volt olyan, aki először utazott a felújított sineken. Remélem, hogy lesz olyan gyors, mint a busz. Ugye a busz az 48 perc alatt ott volt Szabadkán, hogyha a vonat képes lesz ezt teljesíteni, akkor én elégedett leszek, mert egyébként meg ugye kényelmesebb sokféle szempontból, meg hát többen a tér is jobban elférünk. A munkálatok során 38,5 kilométer hosszan cserélték ki a sineket, a talpfákat és a kavicsréteget. Ennek köszönhetően a személyszállító vonatok ezentúl 80 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedhetnek, míg a teherszállítók 60 kilométeres óránkénti sebességgel. Azt hiszem 45 perc alatt Zentátú odaértünk. Vagyis ide értünk, mert akkor jöttem először. Gyorsabban megy. A vonatok egyelőre a régi menetrend szerint közlekednek a két település között. Az új hatjáratból álló menetrend december 13-ától lép érvénybe. Zentai Szabadka között 1889-ben építették ki a vasutat, és utoljára az 1920-as években hajtottak rajta bármilyen változtatást, javítást. A mostani munkálatok tavaly áprilisban kezdődtek meg, és a koronavírus járvány, illetve a karantén időszaka alatt is folyamatosak voltak.